Végén a vajdasági magyar drámaíró versennyel az Újvidéki Színház 14. alkalommal tár a nézők elé 3 ősbemutatót egyetlen este alatt. Ez egy ilyen fiatalos, rengeteg improvizáción alapuló, nagyon kreatív együttlét. A Csárdás királynő próbái már elkezdődtek. Novemberben a társulat bemutatja Katona József Bánkbányát, majd a Babett hazudik című ifjúsági darab után látható lesz a részektárgyalás, valamint Kokám Mladenovic szerzői projektje. Emellett színre viszik a Tavasz ébredését újkori rock musical formában. Egon Szávin meglepetés előadással, a Szlovéniában élő és alkotó Dusan Jovanovic pedig elektrakomplexussal készül. Folytatjuk a vendégszereplések intenzitását. Most ennek az intenzitásnak természetesen van 2 alapvető oka. Az egyik az, hogy hívnak bennünket, a másik motivum, hogy ennyire fokozzuk a vendégszerepléseknek a számát, meg az elképzelésem, hogy igazából a színháznak, amellett, hogy helyt áll helyben, igazából el kell mennie oda, ahol a közönsége van. Az Újvidéki Színház az év egyik legnagyobb kihívásaként első alkalommal szerepel majd a BITEF Nemzetközi Fesztivál versenyprogramjában a Neoplanta című előadással.